50. jubileumi évfordulóját ünnepelte a hétvégén a Golden Star zenekar. A Dérini rendezvényház színültig megtelt a zenekar barátaival, rajongókkal és a szórakozni vágyókkal. 50 év rég volt, és ráadásul kihagytunk éveket, tehát nem játszottunk már régóta, 30-40 éve abba hagytuk a zenélést, de ugye voltak azért közben nosztalgia bulik, amire azért nem hagyta, hogy elhaljon teljesen bennünk ez a dolog, de azt azért vesszük észre, hogy a rutinos, mindennapos zenélés már hiányzik, és ezért nem megy minden annyira jól, mint annak idején. A zenekar egykori felállása Gál Sándor dobos, Somogyi Ferenc szólógitár, Szabó Laca és Zalai Tamás kísérőgitár. Ma már csak Zalai Tamás zenél az egykori Golden Star tagok közül, viszont időközben sikerült új zenészekkel kiegészíteni a bandát. Ilyen Jakus Vendel és Trucsinger Károly, illetve Rohonci Viktor, akit a második Nosztalgia bulin avattak hivatalosan Golden Star taggá. Ma este csak olyan számokat hallunk, mint 50 évvel ezelőtt, azaz igazi Golden számokat? Igen, gyakorlatilag valaki itt kérdezte is, hogy a Creedence Clearwater Revival-től játszunk-e. Mondtam, hogy ez tulajdonképpen megmaradt a zenekarnak a tengely műsora, de aztán van közte azért régi Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, tehát azért, de aztán persze nem mondjam a magyar számok, az Illéségtől is játszunk, sőt most felújítottunk, amit régen már elhagytunk, most azoktól is újabb számokat dobunk be. Igyekszünk azért kicsit változatosabbá tenni, de maradt a régi zene gyakorlatilag. Örökzöld slágerekkel és hamisítatlan golden számokkal ajándékozták meg a vendégeket, melyek már egybefortak a csapat nevével. Nem véletlen, hogy egy hét alatt elkelt minden jegy a Golden Star Nosztalgia bulira. Hát csak maximálisan teljes szívemmel és teljes szeretetemmel, igen. Hát azért is vagyok itt minden egyes alkalommal, amikor ilyen buli van. Mindig jövök Szegedről, első utam szinte ide vezet, már alig várom, hogy jöhessek. Nekem ez a minden. És ilyenkor nosztalgiáznak? Igen. Mindenféleképpen az asztaltársaságnál, amikor szünet van, zenekari szünet, akkor mindenféleképpen nosztalgiázunk. Amikor meg a zenekari dolog van, akkor meg táncolunk ezerrel. Igen. A résztvevők szívesen emlékeznek vissza azokra az időkre, amikor a zenekar fénykorát élte, és a koncerteken ropták a jobbnál jobb slágerekre. Ezek a szívekben rejlő, felejthetetlen emlékek éltetik igazán a Golden Star zenekart.